Kedves gyerekek, kedves szülők, kedves vendégek, kedves testvéreim, Pál apostol szavaival szeretnélek köszönteni benneteket legelőször is, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Egy rövid igeszakaszt szeretnék nektek köszöntésképpen felolvasni, Máté evangéliumából a 21. fejezet 16. verséből eképpen. Jézus pedig így válaszolt nekik, sohasem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája által szereztél magadnak dicséretet. Hát kedves gyerekek és kedves vendégek, ez az ige szakasz, amit felolvastam, ez eredetileg a virágvasárnapi történetben hangzik el. És ott is arról van szó, hogy rengeteg gyerek köszönti Jézust, és éjenzik őt virágokkal és pálma ágakkal az éppen Jeruzsálembe beérkező Jézust. És azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ez egy virágvasárnapi történetben van leírva, nem áll távol a mai estétől, mert amikor a mai estére gondoltam, akkor az jutott eszembe, hogy milyen jó, hogy ma este egy csokornyi gyermek fogja a karácsonyi evangéliumot tolmácsolni az ő családjának, az ő szüleiknek, a meghívott vendégeknek. A zsidó levélnek az első verse, első fejezetének az első verse jutott eszembe, ahol azt írja, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, Jézus Krisztuson keresztül. Jézus Krisztus dolgai pedig a Szentírásban vannak nekünk leírva, többek között az első karácsony története is, és nem áll távol Istentől az, hogy a mai időkben sokféle eszközt megragadjon ahhoz, hogy ezt az evangéliumot tolmácsolja, és ez az evangélium elhangozzon. És nagyon örülök annak, hogy ma este a 6. osztály teheti ezt meg itt, ebben a gyülekezeti házban. Annak külön örülök, hogy létrejöhetett ez a szeretett vendégség, hiszen tudjuk, hogy tavaly a Covid, ez a járvány nem tette lehetővé, és éppen ezért nagyon örülök, hogy most erre lehetőség van, és hogy most, ma este a ti gyermekeitek száján keresztül szerez magának Isten dicsőséget, és hangzik az evangélium. És bár tudom azt, hogy mindenkinek a saját gyermeke a legszebb, és a legügyesebb, és ez így is van, és miközben ezt látjátok, hogy milyen szép ő, és hogy ő a legszebb, és ő a legügyesebb, akkor eközben azért figyeljünk arra is, amit elmondanak az üzenetre, a karácsonyi evangéliumra. Isten áldása legyen ezen a ma esti műsoron, a bizonyságtételen, a felkészítő tanárok munkáján. Áldott ünnepet kívánok nektek, gyerekek, minden kedves jelenlévőnek. Isten töltse be a mi ünnepünket. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség mindörökké. Amen. És végül egy adventi áldást hoztam nektek, fogadjátok nagyon sok szeretettel. Jöjjön el hozzád Isten ezen az adventen is. Életed dolgos mindennapjaiba, legbelsőbb álmaid és árnyaid világába, találkozásaidba, döntéseidbe. Jöjjön egészen közel hozzád, hogy meghallhassd a hangját, amint szólít a csendben, hogy megláthassd éltető fényét az adventi gyertyalánkban, hogy rátalálj a békességre, amit egyedül ő adhat, és megerősödhess a benne való bizalomban. Ő, aki a kezdet, az élet és a remény, érkezzetben, szívedben, örömével, és öltöztessen ünnepi ruhába téged. Amen.
Megköszönöm lelkészasszony igei szolgálatát. És most köszöntök mindenkit ezen a szép estén. Külön köszöntöm a szülőket, nagyszülőket, keresztszülőket is, mert tudom, hogy eljöttek, és külön köszöntöm a tesókat, a kicsiket, akik itt vannak, és most tanulnak majd tőlünk hatodikosoktól sok minden szépséget. Köszöntöm a tanárokat, akik most tanítják a gyerekeket, és megtiszteltek minket azzal, hogy eljöttek, és köszöntöm a tanítókat, akik itt vannak velünk együtt, akik eljöttek, akik korábban hosszú éveken keresztül gondozták a gyerekeket, és most szerintem csodát fognak látni, legalábbis nagyon bízunk benne. Igen, különleges pillanatot élünk meg most. Itt lelkészasszony is mondta, hogy nagyon régóta nem volt ilyen pillanat, hogy szülők, gyerekek és tanárok így együtt legyünk. Most a várakozás, az adventi várakozás, a karácsonyi hangulat, ami ezt a pillanatot megteremtette nekünk. Először versek és dalok következnek a térről, a karácsonyi hangulatot fogják felidézni, majd a műsorunk középső részében egy betlehemezést fognak látni, és végül pedig zárásképpen egy kis bölcselkedés következik, bölcs gondolatok és jó kívánságok sora. Úgy gondoltuk a gyerekekkel, hogy legyen valóban közös ünneplés ez a mai este. 4 jól ismert dal hangzik el a műsorunkban. Arra kérünk mindenkit, kicsit nagyot, akinek nagyobb gyakorlata van az éneklésben, hogy segítsen a gyerekeknek ebben. Néhány szöveget elhelyeztünk a székeken, ahogy leültek, szerintem ott megtalálták. Bár jól ismertek a dolog, mint ahogy mondtam, lehet, hogy lesz olyan verszak, amit kevésbé gyakran éneklünk, és akkor lehet segíteni, de szerintünk úgy gondoltuk a gyerekekkel, hogy nagyon szép pillanat lehet a közös éneklés. Élmény lesz mindenkinek. A dalokért és a daltanításért nagy köszönet Marci Ernő tanár úrnak. Nélküle ez nem ment volna, én képtelen vagyok ilyen csodát művelni a gyerekekkel, mint ami majd hallatszódik, reméljük, amikor énekelnek, bár izgatottak ők is, meg nyilván én is egy kicsit, és reméljük, hogy ezen majd túllépünk, az első mondatok után már megszűnik az izgulásunk. Arra kérem most a gyerekeket, hogy legyetek szívesek, akkor mindenki, ahogy megbeszéltük, foglalja el a helyét, és akkor kezdődjék a műsor. Következik a 6. osztályosok műsora. Fogadják szeretettel őket. Giling-galang, giling-galang, giling-galang. Szól reggel a kicsi harang. Magas torony kis harangja, messze szállva int a hangja. Giling-galang, giling-galang. Karácsonyra szól a harang. Csengetjük szavával, karácsony csilingel. Csengetjük szavával, karácsony kopogtat, hóbundás kabátban. Meghitt meleg lobog minden kis szobában. Karácsonyfa hinti, miránk a fényét, adjon világunknak hű emberi békét. Karácsony csilingel, csengetjük szavával. Ezüstszánkót hajt a dél a hófehér határon, deres szálon didereg, fázik a karácsony. Zendül a jég a tavon, amin által jönnek, decemberi hópihén félig már az ünnep. A kályában lenglobog, gyere be karácsony, gyújtsd meg gyertyát fényszórom a fenyőágon. Melegedj meg ideben, légy vendégünk mára, karácsonyi csillagot tedd a fenyőfánkra. Sötét ködösében, gyertyalángja lobban,
Vigyázzal léptem, vigyázzal léptem. Deresszel estélben, két szárgyártyalobban, igazgatja léptem, igazgatja léptem. Fehér hóesésben, három gyertyalobban, csalogatja léptem, csalogatja léptem. Égi angyalfényben, négy szárgyártyalobban, megállítja léptem, megállítja léptem. Szívem rejtekében, sok szárgyártyalobban, megállítja léptem, megállítja léptem. Zúzmar a csillan a fákon a fényben, rezzen a bokros, lebben a szél. Hópiha szállong, táncol a lépben, halkan osonva itt van a tél. Hópiha álom, szálljon a földre, földre köszönjön újra az ég. Égre emelje szemét az ember, embertel emberre áradjon fény. Zúzmar a csillan a fákon a fényben, rezzen a bokros, lebben a szél. Égre emelje szemét az ember, embertől emberre áradjon fény. Hópiha szállong, táncol a légben, halkanosonva itt van a tél. Hópiha álom, szálljon a földre, földre köszönjön újra az ég. Hópelyhek lobognak, pihe könnyű szélben, fehér lesz az erdő karácsonyi éjben. Fenyőfák indulnak, díszeiket várják, köszöntik az embert és az ég királyát. Világos az ablak, aranyszemmel néz rád, felfénylő örömmel hullanak a szikrák. Csillagszóró játszik, szemek mosolyognak, betlehemi éjben pásztorok dalolnak. Eljöttünk, hirdetjük Isten örömhírét, karácsony ünnepét, Jézus születését. Kiről a próféták régen megmondták, betelnek az idők, eljön a messiás. Jó emberek, íme halljátok, így szólunk most ti hozzátok. Eljött Isten szent báránya, bűnünk vette önmagára. Siessünk át ő elébe, bűnbánatot erőt kérve. Úgy lehet csak boldog lelkünk, ha Úr Jézus lakik bennünk.
Beköszön majd ismét karácsony estéje, ó áldott Jézus születése. Dicsőség a mennyben az Atya Istennek, hogy szent fiát adta az emberiségnek. Szabad ebeknél megköszönteni. Szabad! Adjon Isten mindjájunknak áldott boldog karácsonyt! Betlehem jászoló volt Jézus bölcsője, szegényes istálló első menedéke. Az ég angyalai örködtek felette, Isten szeretetből megváltóvá tette. Azért a karácsony szeretet ünnepe, az angyaloknak is így hangzik éneke. Íme nagy örömet hirdetek én néktek, ma született Jézus, ki nélkül nem értek. Csillag gyúlt ki akkor, messze napkelten, tündöklött, ragyogott az egész vidéken. Pásztorok és bölcsek mentek a fényomen, s buzgón leborultak Jézus jászolának. A bölcsek aranyat, töményt, mirhát hoztak, amelyek mind drága ajándékok voltak. Tudták, hogy a gyermek az ígért messiás, Betlehem szülötte, mint Jóslá Mikeás. Áldott a nagy Isten, ki megváltót adott, ki a bűn hatalmán diadalt adott, ki nem által szolgaruhába öltözni, bűnös megmenteni, könnyeket törölni. Nem csak Izraelnek született megváltó, nem csak gazdagokhoz jött szabadító, hanem szegénynek is, pogánynak is atya. Mindenki ez eljön, az Istennek fia. Az ég ölelkezett, ím akkor a földdel, az egyik az Isten az emberiséggel. Új hit, új reménység szállott a szívekre, lelki békesség és áldás a hívekre. Csak szeretet legyen mindenki szívében, áldás el nem marad, megsegít az Isten. Mai szennapon mi is megfogadjuk, hogy az Úr Jézust elhagy nem fogjuk. Arany helyett hitet hozunk oltárához, szeretett töményét rakjuk zsámolyához. És miként a pásztorok és a bölcsek tevék, búzgó leborulva áldjuk Jézus nevét. Áldott, áldott ki jött az Úrnak nevében, hozsánna dicsőség a magas mennyekben. E földön meglegyen végre már békesség, az emberek között örök testvériség.
Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő címbalom. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos. A szeretet nem féltékeny. Nem kérkedik. Nem gőgösködik. Nem tapintatlan. Nem keresi a magáét. Haragra nem gerjed. A rosszat fel nem rója. Nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr. Mindent elhisz. Mindent remél, mindent elvisel, a szeretet nem szűnik meg soha. Kívánok én hitet, kedvet, szép szerelmet, hű türelmet, utakhoz fényt, csodát, álmot, békességes boldogságot. Magyar szót és égre kéket, emberarcú emberséget, verseket, célt, igazságot, daltól derűs jobb világot. Bokrok mellé társnak fákat, napfényt, amely el nem fárad. Tekintetet szembenézve, éjt meg nappal, sose félve. Készfogásos, tiszta csendet, és mosolyból minél többet. Ma minden lélek öröme, vígabban csengettyűzön, s a boldog, fényes kacagás minden felhőt elűzön. Ma áradjon a szeretet, ma béke angyal szálljon, és minden szív az ég felé repüljön, könnyű szálljon. Ma derüljön ki a ború, ma legyen szép az élet, ma ne érezzük hidegét az élet zord telének. Ma áradjon a szeretet, angyal legyen az ember, virágot lásson mindenütt az uzmarás december. Karácsony szent ünnepén szívből azt kívánom, legyen béke a szívekben s az egész világon. Szülessen meg az Úr Jézus mindenki szívébe, töltse be az egész földet igazi szent béke. Adjon Isten mindnyájunknak áldott, boldog, békés karácsonyt!
köszönöm a gyerekek nevében a vastapsot. Szerintem lehet annak nevezni, és szerintem vagyunk itt néhányan, akik még vastapsot soha nem kaptunk. Úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért nektek, kedves szülők, meg tanáraim. Én most egy hadititkot árulok el nektek, akik itt vagyunk. Nem ezzel készültem most, és nem ez lenne a szövegem, de én állítottam össze a műsort, én próbáltam a gyerekekkel. Tudnotok kell, hogy ez az első alkalom most itt, ahol mindenki itt van, és teljes egészében végig tudtuk próbálni. Ma jöttek olyan gyerekek, akik eddig hiányoztak, őszi szünet óta nem volt olyan nap, hogy valaki ne lett volna beteg a műsorból, és a mai két roham főpróbánk is olyan volt, hogy nem tudtuk végigpróbálni. Úgyhogy ez volt az első, és én most annyira meghatottam, hogy szívem szerint mindenkit végigölelgetnék most itt a közületek, és a hangom is elmegy, mert azt se tudom, hogy bőgjek, vagy nevesse, de hatalmas élményt kaptam tőletek itt ma. És hát ez volt a hadititok, mert én azt mondtam nekik, hogy úgy mondják, hogy a nézőtéren ott ülnek a szülők, meg a tanítóik, tanáraik, és hogy a nézőknek a szíve érezze úgy, hogy most egy nagy pillanat volt, egy nagy közös pillanat volt. Hát úgy érzem, hogy én benne vagyok nyakig, én nagyon meghatottam. Köszönöm nektek! A műsor után egy kis ajándékkal kedveskedünk a tanároknak és a szülőknek. Fogadják szeretettel az ajándékainkat. A műsor után, pedig az ajándékozás után szeretett vendégségre várunk mindenkit, és ott lehet aztán beszélgetni a gyerekekkel, ezt az egészet végigélni, ezt az élményt, ezt a ma esti gyönyörűséges élményt. A vezetősége és az tényleg az egész iskola nevében szeretném megköszönni a 6. osztályosoknak ezt a nagyon szép műsort. Külön köszönöm az osztályfőnök felkészítő munkáját, köszönöm szépen Zita, és ha olyat mondhatok, hogy a végére mindig összeáll, ezt osztályfőnökként mondom, mert az elején még nem látjuk az útnak a végét, de a nagy pillanatokért érdemes dolgoznunk. És én is mindenkinek kívánok nagyon sok boldog karácsonyt, nem csak az itt lévő családoknak, hanem az otthon lévő szeretteiknek is, és hát tényleg legyen ez az öröm ünnepe, és most mi is szeretnénk hagyományainkhoz híven megajándékozni a gyerekeket. Az iskola nevébe fogadjátok sok szeretettel, én megkérem kollégámat, Kovács Zsolt
Zsoltot, hogy segítsen kiosztani ezeket a kis ajándékokat. Még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek, hogy eljöttek a mai estén, és velünk töltötték. Azt hiszem, hogy olyan élmény volt, amiből tudunk tovább lépni, táplálkozni, még sokáig fogjuk mesélni ezt a ma estét egymás között. További szép estét kívánok mindenkinek, várjuk önöket itt a szeretett vendégségen. Ennyien egyszerre nem fogunk beférni, úgyhogy közben lesz alkalom még itt egy kicsit üldögélni, és közben beszélgetni. Áldott, boldog, békés karácsonyt kívánok a 6. osztály nevében mindenkinek. Vigyázzunk magunkra!